Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. Számos aktualitás történt az elmúlt időszakban. Kezdjük rögtön a legelején, hiszen április 3-án megtörténtek a 2022. évi országgyűlési választások, ahol a Fidesz-KDNP szövetsége hatalmas fölénnyel nyert, és a térség országgyűlési képviselője F. Kovács Sándor is kimagasló eredménnyel zárta ezt a választást. Hogyan értékeli polgármester úr az eredményeket? Ugye az előzetes várakozásoknak számunkra megfelelően alakultak az eredmények. Én megvallom őszintén, hogy ekkora arányú győzelemre nem számítottam. Szinte biztos voltam abban, hogy tudjuk folytatni azt a megkezdett munkát, amelyet az előző ciklusban is elkezdtünk, és nem lesz olyan probléma, hogy esetleg át kell állni akár önkormányzati, akár pedig országos szinten. Az, hogy ekkora lett, azt én azt gondolom, hogy megköszönhetjük a választópolgároknak. És itt is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy valóban köszönetet mondjak mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy a fejlődésre szavaz, úgy gondolta, hogy arra teszi a voksát, hogy Magyarország, és hát természetesen itt szűkebb környezetünkben Karcag is azon az úton tudja folytatni a megkezdett munkát, amelyet elkezdtünk. Mindenképpen ki kell térni, azt gondolom, amikor a választásról beszélünk, arra, hogy nagyon szépen, nagyon rendben lezajlott településünkön is a választás. Itt is szeretnék köszönetet mondani elsősorban azoknak a választási bizottságokban közreműködőknek, magának a választási irodának is, hiszen ott is nagyon sokan dolgoztak a polgármesteri hivatalban, aztán külön-külön a szavazókörökben, akik lebonyolították, békés, nyugodt rendben lebonyolították az egész napos választást, és természetesen mindazt a munkát, ami az előkészítő és utána a befejező részben is előttük feladatként ki volt tűzve. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, és még egyszer köszönöm szépen a választók bizalmát. Én azt gondolom, hogy az a megkezdett út, amelyen elkezdtünk járni, amelyen Karcag is az utóbbi években egy kicsit felgyorsult tempóban kezdett fejlődni, az biztosítva lesz a következő években is. Az elmúlt időszakban számos alapkőletétel volt Karcagon. Mely területeken újul városunk? Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy aki jár a településen, annak nem kell bemutatni azokat a fejlesztéseket, fejlődési pontokat, amelyeket el tudtunk kezdeni, köszönhetően elsősorban a magyar kormány támogatásának, azoknak a pályázatoknak, amelyeket kiírtak, amelyen el tudtuk indulni, és amelyen támogatáshoz, forráshoz jutottunk. Szinte minden területét érinti a városnak, legyen ez a közneveléstől, az óvodán, az iskolán keresztül, a munkahelyteremtő beruházásokig, a közlekedésfejlesztési út, járda, kerékpárút felújításokig. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok területen sikerült előrelépnünk. Ezek a pályázatok többsége köszönhetően a megkapott forrásoknak, hogy elindultak, az alapkövek letételre kerültek, és ugye nagyon sokan azt mondták, hogy itt most az alapkő letétel volt a fontos, és utána majd megállnak ezek a fejlődések, nem előre fogunk menni, hanem majd hátra is megállunk és megtorpanunk. De hát nem ez történik, tehát aki látja azt, hogy az alapkő letétel után valóban elkezdődtek a munkálatok, aki a Ligetúti sporttelepen jár, vagy a milánói pavilonnak az építési területén, az látja, hogy ez a lendület ez nem állt meg. Ugye én úgy fogalmaztam, nem olyan régen volt egy állománygyűlésünk, ahol elmondtam, hogy egy új sebességre kapcsoltunk, de nem fogunk megállni, és ha lehet, akkor ezt a sebességet próbáljuk fokozni, hiszen van nagyon sok olyan terület, ahol még tovább kell lépnünk. Tehát zajlanak ezek a pályázatok, nem álltunk meg, az alapkőletételek nem azt jelentették, hogy valaminek a kezdete, és aztán majd valahogy folytatjuk, hanem ez egy lendületes munkának az első lépése volt. Ugye azt szokták mondani, hogy minden hosszú út az első lépéssel kezdődik, ez az alapkőletétel volt az első lépés, és menjünk tovább ezen az úton, tehát nem fogunk sem megállni, sem pedig lassítani. Nyilván vannak olyan területek, ahol a jogszabályi határidők betartása kötelez bennünket, ugye ilyen például a kerékpárútnak
átadása. Ugye többen kérdezték, hogy mikor lesz a látszólag elkészült kerékpárútnak az átadása. Több kérdést kaptam, hogy miért vannak még a villanyoszlopok a kerékpárút közepén. Ugye ezek is olyan jogszabályi előírások, amelyeknek meg kell felelnünk. Nyilván vannak MATÁV előírások, hogy mennyivel előtte kell kiértesíteni a lakosságot, mikor lesznek a bekötések. És épp amikor jöttem ide a stúdióba, akkor láttam, hogy épp a mai nap teszik arrébb ezeket az oszlopokat. Tehát nincs még elkészülve a kerékpárút. Amikor elérünk oda, hogy a kivitelező bejelenti, hogy elkészült, akkor kezdődik el a műszaki átadás átvétel. Itt még derülhetnek ki olyan dolgok, amelyek esetleg garanciális javítást írnak elő, itt még derülhetnek ki olyan hibák, amelyeket ki kell javítani addig, amíg átveszünk. Tehát én egy picit türelemre kérnék mindenkit. Amikor átadtuk és ünnepélyesen bejelentettük, hogy most már kész a kerékpárút, utána joggal fogadunk majd minden kritikát, de addig várják meg a város lakossága is azt, hogy tudjuk jelezni a kivitelező irányába, hogy milyen hibákat, milyen határidővel kell kijavítani. Nyilván ugyanígy vannak a járdafelújítások is, ugye folyamatosan zajlanak a városban, mind a 8 körzetet érinteni fogja a járdafelújítás. Ugye itt is átadtuk a munkaterületet egyszerre a kivitelezőnek, amikor majd jelenti, hogy kész, akkor ki fognak menni a szakemberek, megnézik azt, hogy az milyen minőségben készült el, a terveknek megfelelően valósult el, és biztonságosan lehet-e rajta közlekedni. Ha nem, akkor természetesen fogjuk kérni azt, hogy milyen formában és milyen határidővel kerüljenek ezek a hibák kijavításra. Ugye vannak olyan területek, ahol bizonyos szempontból majd kis fennakadások lehetnek, hiszen a fürdőbe való bejutás az valószínű, amikor a milánói pavilonnak az a része épül, amikor a vasakat, ugye a vas szerkezetet hordják, akkor biztos, hogy lesznek fennakadások a közlekedésben. Itt is kérnék szépen egy kis türelmet. Valószínű, hogy ugyanez lesz majd a helyzet a Ligetúti sporttelepnek az építésével, hiszen ki kellett kapcsolnunk, ugye az előzetes bontási feladatok elvégzéséhez ki kellett kapcsolnunk a villany, illetve a vízvezetéket. Ez egy picit most hátráltatni fogja az erdei tornapálya használóit, hiszen az a mosdó, amely ugye eddig megszokott a módon rendelkezésére állt a látogatóknak, az most sajnálatos módon néhány hétig ugye bezárva kell, hogy tartsuk, hiszen se víz, se villany nincs az épületben. Nyilván, amikor a bontási munkálatok befejeződtek, elkezdődik egyfajta tereprendezés az építkezés megkezdése előtt, akkor kérjük a kivitelezőt, hogy ezt állítsa vissza, tehát ne zavarja menet közben a erdei tornapálya használóit. Nagyon sokan vannak az elkészült kerékpáros pumpapályán, főleg amikor jó idő van, nagyon sok fiatal. Ugye itt is majd le kell határolnunk a munkaterületet, hiszen mellette szemmel látható, aki arra jár, hogy elkezdődött a parknak a kialakítása is, tehát ott különböző földmunkálatok fognak majd zajlani, cserjeírtás, fásítás, a rónai malomhoz vezető utaknak az elkészítése, ugye maga a rónai malom is halad, annak is majd el kell készítenünk a különböző víz és szennyvíz bekötéseit, tehát ott folyamatosan fognak zajlani a munkálatok. Itt is úgy szeretnénk megoldani, hogy ne zavarja a fiatalok szórakozási, fiatalok, elég sokan használják a pumpapályát, nem csak fiatalok, hanem idősebbek is, tehát akik a kerékpáros pályát szeretnék használni, azok tudják. Nyilván meg kell találnunk majd a módot arra, hogy hogyan és merről tudják megközelíteni ezt a pályát biztonságosan. Viszont a legfontosabb minden egyes beruházásunknál az, hogy a biztonságra törekedjünk. Tehát fölmerült az, hogy a labdarúgó mérkőzések legyenek ugyanúgy a Ligetúti sporttelepen, de nyilván körbe kell zárnunk. Ugye addig a labdarúgó mérkőzések is a hűfőves labdarúgó pályán kerülnek lebonyolításra. És hát ugye zajlanak tovább a pályázati előkészítések, folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket a már beadott pályázatokról. Ugye egy örömmel tudtuk bejelenteni nem olyan rég, hogy a nagyvénkerti városrésznek a csapadékvíz elvezetése, az oda vezető utaknak a felújítása, ilyen úgynevezett okos zebrák és okos közlekedési eszközöknek a kiépítésével fog majd tudni megvalósulni, és hát természetesen abban is egy játszótér, nagyvénkerti lakótelepnek a játszótér megújítása is tervbe van véve, tehát erre is megkaptuk a
a támogatást. Megkaptuk azt a fajta visszajelzést, amely a további útfejlesztésekhez kapcsolódik, tehát el fogjuk tudni végezni azoknak a, ugye beszéltünk róla az előző interjúban, azoknak a gyűjtő utaknak az aszfaltozását, amely feltétlen fontos ahhoz, hogy biztonságos közlekedést tudjunk megvalósítani. Ugye el kell kezdenünk az útfelújításokat, és ahogy a múltkor is mondtam, ennek első lépése az, hogy a gyűjtő utakat kell mindenképpen rendbe tennünk. De nem olyan rég kaptuk meg, talán a napokban azt a támogatási okiratot is, amely a fürdőfejlesztéshez kapcsolódik. Ugye többször beszéltünk már róla, hogy a régi betonmedencét át kell építenünk, korszerűsítenünk kell, a mai kor követelményeinek megfelelővé kell tenni. Itt is megkaptuk ezt a támogatást, tehát vélhetően a jövőben egy-két héten belül elkezdődik itt is az építkezés. Ugye itt is, ahogy az előbb mondtam, az a cél, hogy a fürdővendégeket ne zavarjuk abban, hogy az összes többi medencét, az uszodát, illetve a gyógyvizes medencét tudják használni, de menet közben ugye haladnunk kell, tehát ez a medence építés is el fog kezdődni. És ugye még nagyon sok tervünk van, hiszen előttünk áll egy következő pályázati ciklus, ahol már készülnek a tervek, úgyhogy van munka bőven, és mondom, nem fogunk lassítani. A kisgyermekes családok számára külön öröm, hogy bölcsődefelújítás is megvalósul városunkban. Hol tart jelenleg ez? Ugye itt két bölcsödéről beszélhetünk most már, hiszen itt is nem olyan rég jelentettük be, hogy megkaptuk azt a pénzügyminisztériumi támogatást, amely a vasútúti bölcsöde. Azt nem mondom, hogy teljes felújítását, hiszen egy vadonatúj bölcsödét fogunk építeni a vasútúti jelenlegi bölcsöde épület helyén. De akkor kezdjük ezzel. Ugye, én azt remélem, hogy valamikor az ősz folyamán el tudjuk kezdeni ennek a bölcsödének az építését, illetve a meglévőnek a bontását, és ahogy a tervek kész vannak, ugye az engedélyes tervek, kiviteli tervek elkészültek, én azt remélem, hogy addigra a közbeszerzési eljárást is le fogjuk tudni folytatni, tehát semmi akadálya nem lesz annak, hogy ott mondjuk egy októberi munkakezdéssel el lehessen kezdeni egy új bölcsöde építését, amely, ha jól emlékszem, akkor 4 csoportos bölcsödét fog jelenteni. Ennek viszont feltétele az, hogy azokban az intézményekben, és ugye két óvodai intézményről beszélünk, a Takács Péter és a Táncsics körúti óvodai intézményekről, ahova a mostani csoportokat el tudjuk helyezni, hogy ezek megürüljenek. Ennek pedig az a feltétele, hogy a Varró úti bölcsöde határidőre, augusztus végére teljes egészében elkészüljön, és át tudjuk adni a közönségnek, ugye a használóknak, a legkisebb gyermekeknek, a bölcsödéseknek. Nem olyan rég voltam egy bejáráson, nagyon jól halad az építkezés, az előzetes terveknél egy picit gyorsabban is haladnak, ahogy a kivitelező elmondta, úgyhogy nekem minden reményem megvan arra, hogy tartani tudjuk, tartani kell, tehát ahhoz, hogy ezek az egymásra épülő tervek meg tudjanak valósulni, ahhoz tartani kell az ütemtervet, de úgy látom, hogy tartja a kivitelező, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy ezt az ütemtervet, ugye átadás, költözés, bontás és az új építése meg tudjuk valósítani. Ugye ez azt jelenti, hogy a mostani 6 csoport helyett 8 csoport fog a két bölcsödében helyet kapni, a két új bölcsödében. Szükség is van rá, hiszen azt látjuk, hogy a bölcsödei felvétel iránt egyre többen érdeklődnek, ami ugye azt is jelenti, hogy egyre többen vállalnak gyermeket, és egyre többen szeretnének a munkavilágába visszamenni a gyermekvállalás mellett. Tehát ez egy nagyon jó és nagyon örömteli hír. Ha egy korosztálya följebb megyünk, ugye az óvodásokhoz, akkor azt látjuk, hogy a Református Egyház által beindított óvoda plusz egy csoportot fog indítani szeptembertől, a 3 helyett így 4 csoport lesz majd a református óvodában, illetve nagyon jó ütemben halad a katolikus óvoda építése, ahol szintén 4 csoport fog majd helyet kapni. Tehát látjuk azt, hogy az igények megvannak. Nyilván ehhez kell majd nekünk alakítani a saját városi óvodai rendszerünket is.
Pontosan ehhez a témához kapcsolódik, hogy a projektek között számtalan munkahelyteremtő beruházás is valósul meg, és nyilván a jövőben is lesz majd. Adódik a kérdés, hogy a munkavállalók hogyan tudnak értesülni, a város hogyan tud abban segíteni, hogy a keresletkínálat között el tudjanak ők igazodni? Én azt gondolom, hogy ma már a munkaerőpiac megfelelő hirdetési eszközökkel rendelkezik. Nyilván a legfontosabb az a Karcagon is létező munkaügyi központ, ahol mindenféle felvilágosítást megkapnak azok, akik munkát szeretnének vállalni. De ha lapozgatjuk a különböző újságokat településünkön is, hogy a Karcagi Hírmondót vagy a Szuperinfót, szinte minden oldalon találunk álláshirdetést, tehát nagyon sokan keresnek megfelelő munkaerőt a megfelelő helyekre. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ettől függetlenül elsősorban a munkaerő központot, tehát a munkaügyi központot keresse föl. Ők rendelkeznek minden olyan információval, amely a különböző karcagi, akár frissen átadott munkahelyekről is kellő bizalommal és kellő odafigyeléssel kaphatnak információt a különböző végzettségekkel kapcsolatban, az, hogy kihez kell fordulni. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy nyilván lapozgassa a helyi újságot, mert abban azért nagyon sok információ van, de a következő lépés, hogyha úgy gondolja, akkor legyen az a munkaügyi központ. Polgármester úr, hogyan látja a jövő Karcagját? Én ugye a pályázatok miatt és amiatt, hogy kicsit komplexen látjuk néhányan nyilván a képviselőtestületben és illetve a polgármesteri hivatalban is azokat a lehetőségeket, hogy mire tudunk pályázni, és milyen irányba tudjuk fejleszteni a várost, és most már azt gondolom, hogy talán a kívánságaink is meg tudnak fogalmazódni, hiszen látjuk azt az együttműködést az országgyűlési képviselőkön keresztül a magyar kormánnyal is, hogy nem csak egy meglévő pályázati kiírást, hanem az igényeket is megpróbálják kormányzati szinten is bekérni, és esetleg ehhez igazítani a különböző pályázati kiírásokat. Én egy dinamikusan fejlődő, egy frissen megújuló és egy élhető, nagyon szép települést látok a jövőben. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!